Sziasztok, megy a felvétel, elkezdjük. Elkezdem. Szóval kell 15 percet beszéljek valamiről, de hogy még nem találtam ki, hogy miről. Viszont ha így gyorsan nekem szegezik a kérdést, hogy beszéljek valamiről, és itt vagyunk, akkor az jut eszembe, hogy kell gyakorol, biztos lesz jó. És akkor erről fogok beszélni. Most látom, hogy mindenki fogja a fejét, persze csak így magába, hogy úristen, már megint erről fog beszélni, jön a tudatosság szintekkel, meg a táblázatta, meg a David R. Hawkins-szal, meg hogy faggoljunk, meg csikungozzunk minden nap. De hogy igazából tényleg csak erről tudok beszélni, mert hogyha csikungról van szó, meg zenről van szó, meg buddhizmusról van szó, meg ilyesmiről, akkor tényleg azt tudom átadni, amit én itt mostanában megtapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy tényleg érdemes minden nap gyakorolni. Nagyjából azt mondom, hogy 15 éve gyakorlok minden nap, de amikor ezt mondom, akkor igazából elcsípem magamat azonnal, hogy hazudok, mert van olyan időszak, amikor mondjuk 2-3 napig is nem gyakorlok, ami mindig azért jó, mert rájövök arra, hogy minden nap gyakorolni az annyira nagyon jó, amit nem lehet összehasonlítani semmivel. És mindig akkor jövök rá erre az egészre, amikor egy napot kihagyok, akkor még nem jövök rá. Amikor 2 napot kihagyok, akkor már kezd alakulni, de ha véletlen 3 napot kihagyok a gyakorlásból, akkor azt érzem, hogy nagyon nem olyan minden, mint szokott lenni, és hogy minden rosszabb. Ezért gyorsan visszaszoktam térni a gyakorlásra, van, amikor nagyon nehéz visszatérni különben a gyakorlásra. Az én egóm is mindent elkövet. Nincs most időm, fáradt vagyok, ki kéne pihennem magam rendesen, ezt a munkát még be kéne fejezni, megkülönben most nagyon meleg van, stb. Stb. De hogyha sikerül ezeket legyőznöm és visszaállni a gyakorlásba, akkor hál' Istennek ma már nagyjából azt mondom, hogy egy gyakorlás alatt vissza tudom hozni, mondjuk egy másfél órás gyakorlás alatt vissza tudom hozni magam arra a szintre, ahonnan mondjuk 2-3 nappal ezelőtt mondjuk elkezdtem a dolgot. Régen, ha kihagytam 3 napot, akkor sokszor 2 hetembe került, hogy visszakerüljek arra az energiaszintre, ahol mondjuk 3 nappal ezelőtt abba hagytam a dolgot. Ezért mondják a régiek, hogy igazából egy napot kihagysz, és az olyan, mintha egy egész hónapot kihagytál volna. Tehát, hogy nem szabad abba hagyni a gyakorlást. Aztán ez hál' Istennek elkezd lerövidülni ez a dolog, és természetesen az a célja az egész gyakorlásnak, hogy utána ne kelljen külön leülnöd vagy beállnod gyakorolni, hanem az egész létezésed a nap 24 órájában gyakorlás legyen, magyarul folyamatosan nőjön az energiaszinted vagy a tudatosság szinted, amit meg úgy tudsz elérni, hogy nem csinálsz dolgokat, hogy beállok faállásba, hogy leülök meditálni, hogy csinálom a fantengongot, stb., hanem egyszerűen bármit csinálsz, olyan tudatállapotba hozod magadat, ami miatt nem elszórod az energiáidat, hanem elkezded gyűjteni. És akkor így folyamatosan energiádnál leszel, folyamatosan tudatállapotodnál leszel, és folyamatosan azt érzed, hogy működik minden, és indul fölfelé. És nem kell hozzá semmit csinálni, hanem bármit csinálsz, azt úgy tudod csinálni, hogy ez menjen. Nem vagyok még itt, néha már így megcsap a szele ennek a dolognak, és elkapom magam, hogy valamit teljesen más csinálok, és nem gyakorlok, viszont megy ez az állapot, ez a tudatállapot, és tényleg csak itt kell váltani. A fejemre mutogatok, de nem fejben van ez értelemszerűen. Tehát itt fejben váltasz, és azonnal olyan tudatállapotba tudod hozni magadat, hogy így működik az egész. Addig viszont meg kell küzdeni azért, hogy az ember minden nap gyakoroljon, hogyha nagyon lent van, hogyha nincs nagyon lent, akkor folyamatosan várja azt, hogy tudjon gyakorolni. És akkor este is gyakorol, reggel is gyakorol, este is gyakorol, reggel is gyakorol, és folyamatosan olyan állapotba tudja tartani magát, hogy napközben megfigyeli azt, hogy szinkronicitás van, minden összejön, mindenki kedves vele, mindenki mosolyog, mindenki normális, minden üzletet összehoz, viszonylag rendben van a párkapcsolata, vagy a párkapcsolatai, működnek a dolgok, és a többi. Abban a pillanatban, hogy elkezd visszaesni az energiaszint, elkezd visszaesni a tudatosság szint, legyen ez bármi, ami miatt ez visszaesik, akár azért, mert nem gyakorolsz, akár azért, mert történik valami nagyobb stressz, vagy nagyon kimeríted magad, vagy bármi ilyesmi történik, azonnal kiesel ebből a szinkronicitásból, és azonnal jön az, hogy hát egy kicsit ez a baj, egy kicsit az a baj, jó, de nem annyira jó, meg egy kicsit itt fáj, meg reggel, mikor fölkeltem, akkor már nem volt annyira kedvem gyakorolni, és nagyon nehéz volt rávenni magam, és a többi.
De hogy aztán megint visszazökken az ember, és csinálja a dolgot. Az egésznek a megértése szerintem sokat segít. Ugye sokszor beszélek a David R. Hawkinsnak a tudatosság táblázatáról, ő kineziológiával foglalkozott, kineziológiai teszteléssel kitesztelték, hogyha nulla a halál szintje és 1000 a megvilágosodás szintje, akkor a kettő között hogyan alakul az energiaszint és a tudatosság szint. És alapvetően ahova éppen behangoljuk magunkat, úgy érezzük magunkat. Azt gondoljuk, hogy azért érezzük jobban magunkat, mert ez történt velünk, meg azért érezzük jobban magunkat, mert azt csináltuk, meg az azért volt nem jó, vagy azért nem éreztem jól magam, mert az meg az történt. Tehát a külső virágra rátapasztjuk azt, hogy ez jó, ez nem jó, emiatt jól érzem magam, amiatt nem érzem jól magam, ez kedves nekem, ez nem kedves nekem, ezt szeretem, ezt nem szeretem. De hogy nem ez történik igazából, ez egy ilyen csapda, hanem az történik, hogy éppen amilyen energiaszinten vagyunk, éppen amilyen tudatosság szinten vagyunk, a külső körülményeket úgy értékeljük. Hogyha nagyon lent vagyunk, 200-as a választóvonal, 200 alatt negatív tudatosság szint, negatív energiaszint, negatív érzelmek, negatív létállapotok, 200 fölött minden átmegy pozitívba. És hogyha lentre vagy behangolva, akkor negatív gondolataid lesznek, negatív érzelmeid lesznek, nem fognak összejönni a dolgok, meg őt is utálom, megjött a főnököm és nyomta a hülyeséget, meg a párommal is ez volt a problémám, meg különben is de jó lett volna, hogyha ez így történt volna, de nem így történt, meg annyira szeretném, hogyha az meg az lenne a jövőbe, de hát nem tudom, mit csinálják, vagy hát próbálom, de... És azt gondolod, hogy minden a külső körülményeken függ, de nem. Ha föl tudod tornázni magad a 200-as fölötti értékre, és minél magasabbra tornázod föl magad a gyakorlással, abban a pillanatban azt veszed észre, hogy hiába történnek esetleg ugyanazok a dolgok, vagy ugyanazok a személyek ugyanazt csinálják, mégis teljesen máshogy értékeled az egész létezésedet, tudod sokkal jobban a helyén értékelni az egészet, és azt érzed, hogy így minden érted van, minden téged segít. Az, hogy most ez így sikerült, az engem segít, az, hogy máshoz sikerült, az is engem segít. Az, hogy ez megtörtént, az tök jó, hogy megtörtént, és az, hogy ő ezt mondta nekem, az nagyon jó, és ez is segített engem. És az, hogy teljesen mindegy, mi történik, teljesen mindegy, hogy hogy történik, azt mindig pozitívan fogod értékelni. Ha majd Krisnák leszünk, meg Buthák leszünk, meg Jézusok leszünk, meg ilyesmi, akkor bármi történhet, azt pozitívnak fogjuk értékelni, illetve az már túl van egy kicsit ezen, mert hogy akkor már se nem pozitívnak, se nem negatívnak nem fogjuk értékelni, csak úgy, ahogy van, úgy van az egész. De ha mondjuk még csak 200 fölé megyegetünk, meg 300, meg 400, meg ilyesmi, akkor úgy pozitívnak fogjuk értékelni. Így öröm lesz az életünkbe, meg nyugalom lesz az életünkbe, meg kiegyensúlyozottság lesz, meg beindul szépen a szinkronicitás, és tényleg jönnek a véletlenek, hogy véletlen ott volt egy parkolóhely, véletlen akkor kezdődött a tanfolyam, amikor pont nekem volt jó, véletlen akkor kaptam meg a pénzt, amikor pont szükség volt rá, véletlen akkor találkoztunk az utcán, amikor pont azt mondta, hogy stb. És akkor minden így elkezd érted lenni, és hogy elkezd minden így szépen megalapozódni. Ennek az eléréséhez semmi más nem kell csinálni, mint áthangolni magad, mondjuk 100-as szintről, ami a félelem szintje, vagy 175-ről, ami a büszkeség szintje, áthangolod magad 200 fölé valahogy, arról mindjárt beszélünk, hogy, és abban a pillanatban, hogy elkezdenek így jobban lenni a dolgok, meg jobban lenni én, meg fizikailag is jobban érzem magam, meg lelkileg is jobban érzem magam, meg minden szinten jobban érzem magam. És hogy hogyan tudjuk magunkat 200 fölé tornázni, ehhez szoktam mondani egy hasonlatot, ami egy hőlégbalon, ülök a kosárban, itt van a hőlégbalon, és így adom a gázt. És így emelkedik a hőlégbalon, néha meg süllyed a hőlégbalon, és akkor kapom a pánikot, hogy úristen, már megint süllyed a hőlégbalon. És kétféleképpen lehet emelni ezt a hőlégbalont. Az egyik, hogy adom neki a gázt. De van egy másik is, hogy így a homokzsákokat a hőlégbalonról dobálom lefelé. És van úgy, hogy max gázon mész, gyakorolsz, mint az atom, de elfelejted ledobálni a homokzsákokat, ezért hiába max gázon vagy, még mindig lefele süllyedsz, mert annyi homokzsákod van. Mi a homokzsák? Előző életeinkbeli különböző negatív dolgok, ez életeinkbeli különböző negatív dolgok, alacsony tudatállapotok, generációs problémák, amiket hozol 9 generációra vagy 7 generációra visszamenőleg, ahogy ugye erről beszélnek a nagyok,
és minden egyéb olyan tudat alatt lévő, általában tudat alatt lévő dolgok, amikről szinte nem is veszel tudomást, mert a hőlégballonnak így az aljára vannak csatolva ezek a homokzsákok, nem az oldalára. Ami az oldalára van csatolva, az a tudatos felszín, az tök jól észreveszed, hogy igen, dohányzom, igen, iszom, igen, szórakozom, igen, nem alszok eleget, igen, nem gyakorlok. Azok ott vannak, ezek a homokzsákok, és azokat le tudnád dobálni, de most úgy nem akarod. És van, amikor olyan szintre jutsz, hogy ja, itt vannak ezek a homokzsákok, akkor tényleg ledobálom. És a tudat alatt lévő dolgok, azok ott vannak a kosár alatt, kinézel, és azt nézed, hogy hát figyelj, minden rendben, minden rendben, minden rendben, nincs több homokzsák, mégsem emelkedek rendesen. Ha nem buksz le oda, nem nézed meg, hogy mi van a tudat alatti részbe, akkor nem fog emelkedni a hőlégballon. Ehhez rengeteg technika van. Van egy olyan technika, hogy leülsz, és semmi más nem csinálsz, csak meditálsz, mert hogy el fogsz jutni oda, hogy fölböfögjenek ezek a dolgok, átmenjenek rajtad, tudatossá váljanak és elmenjenek. Illetve vannak olyan technikák, a spirituális választerápiától, a csikungtól, a theta healingtől, a mindenféle egyéb olyan módszerekig, amiket lehetne sorolni, családállítástól elkezdve mindenféle, amikkel a tudat alattiba le fogsz tudni menni, tudatossá teszed ezeket a dolgokat, és elkezded tudni ledobálni ezeket a homokzsákokat, és elkezdesz sokkal jobban emelkedni, úgy is, hogy sokkal kisebb gázon kell tartani. És nem kell naponta 8 órát gyakorolni, lehet, hogy naponta elég 1 órát gyakorolni. Nem baj, ha 8 órát gyakorolsz, mert akkor még jobban emelkedsz. És hogyha ez a kettő megvan, tehát nevezzük terápiának, amivel ugye tudatalattiból tisztítod a dolgokat, meg nevezzük gyakorlásnak. A gyakorlás alatt egy olyan spirituális utat értek, ami teljesen mindegy, hogy mi. Én nem mondom, hogy csikungozzatok mindenképpen, persze, hogy most itt vagytok, most azt mondom, hogy csikungozzatok mindenképpen, de hogy lehet emellett jógázni, lehet emellett csakra lélegezni, lehet emellett bármilyen olyan utat csinálni, ami spirituális út, és nem baj, hogyha ez össze van kötve valami olyan energetikai úttal, ami a fizikai testre is hat. Mert hogy azt látom, vagy azt tapasztaltam, vagy azt tanultam, hogy a kettő az nem megy nagyon egymás nélkül. Ami azt jelenti, hogy lehet a tudattal foglalkozni, de hogyha a testtel nem foglalkozol, akkor kibillen az egyensúly, és a fizikai tested nem fogja tudni követni azt a rezgést, azt az emelkedést, amit ez a spirituális emelkedés okoz. És megnézhetjük akár a jóga tradíciót, akár a csikungot, akár bármi mást, mindegyik tartalmaz olyan energetikai munkát, amivel a testre ugyanúgy hatunk, a tudatra ugyanúgy hatunk, és a kettő együtt az így fog tudni emelkedni. Én nagyjából ezt tanultam, ezt tapasztalom magamon, úgyhogy ezért mondom ezt. Lehet, hogy hitrendszer föl lehet számolni, és akkor lehet anélkül is csinálni. Szerintem én akkor itt most így abba hagyom a dolgot, és azt tudom, hogy majd lehet folytatni ezt az egészet gyakorlással. És akkor mindenki megtapasztalja, hogy lesz jó. Köszönöm szépen!